Így rakta ki a Rubik kockát 23 lépésből 84 másodperc alatt az a Lego robot, amelyet a nyírmadai általános iskola diákjai készítettek. Az intézmény folyamatosan fejleszti az eszközparkját, és most egy újabb EFOP-os pályázat segíti majd a munkájukat. A Kisvárdai Tankerületi Központ 5 járás állami fenntartású köznevelési intézményei közül 4-et választott ki a Digitális Környezet Kialakítása című programra. Az Ófehértói Általános Iskola, a Tuzséri Általános Iskola Tiszapezzéri Tagintézménye és a Kisvárdai Általános Iskola mellett a nyírmadai Patai István Általános Iskola részesül abból az összesen 110 millió forintos támogatásból, amely 36 hónapon keresztül segíti majd az intézmény fejlesztését. 557 diákunk van most az intézményben, és 16 digitális táblát használunk. A digitális táblák már azért 5-6 éve érkeztek az elsők, és azóta is bővítünk. Eleinte azért nem túl sok pedagógus próbáltak ide, indultak a pedagógus képzések, meg megismertük az előnyét. A másik az, hogy nem is tudjuk nem használni, mert a gyerekek folyamatosan igénylik. Tehát amikor ilyen órán részt vesznek, egy idő múlva a következő órát is így szeretnék, ők egy olyan képi világban élnek már, amit nem tudunk enélkül. És azt veszük észre, hogy már ahol nincs tábla, olyan soknak tűnik ez a 16, de mi már megint szeretnénk, mert még az alsó tagozatban szívesen bővítenénk, még van olyan nyelvi termünk, ahol nincs, és nagyon hasznos lenne a nyelvet tanuló gyerekek számára. Tehát még mindig szeretnénk a lehetőségekkel élni, hogy bővítsük ezt az állományt. A digitális táblákon kívül más eszközök beszerzésére is pályáznak majd. Egyedülálló módon például 3D nyomtatót is igényeltek. A több 10 millió forintos támogatást nem csak eszközbeszerzésre és az infrastruktúrális fejlesztésre fordítják, hanem a pedagógusok szakmai továbbképzésére is. Ennek keretein belül workshopokon, videokonferenciákon és szakmai napokon vesznek majd részt évente 4 alkalommal. Kiképzésre kerülnek pedagógusok a tankocka vonatkozásában. A tankocka az megalapozza azokat a új módszereket, új szakmai módszereket, ez egy új digitális fejlesztési módszer és eszköz tulajdonképpen, megalapozza azokat a szakmai megújítási mozzanatokat, amelyeket a pedagógusoknak át kell venniük. Ez a Lego vonatkozásában is ugyanígy fog megtörténni, tehát magyarán képzéseken vesznek részt a pedagógusok. Amikor ez megvan, akkor mindannyiuknak fejenként és évente 10 darab mintaprogramot kell kitalálniuk, és azt bevezetni az iskolában, és elkezdődik ezeknek a mintaprogramoknak a kipróbálása, összesen 84 óra terjedelemben. Ezeket a programokat felülvizsgálják, és ha jól működnek, megosztják nem csak a Kisvárdai Tankerületi Központ intézményeivel, hanem akár az ország más iskoláival is.